Tóth Márton dékánt köszöntöm, aki az idei év újdonságairól beszél nekünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Tehát ez egy vidám egyetem, ez úgy néz ki. Igen, éppen azt akartam a bejátszás után mondani, hogy ez pedig vizsgák után zajlott, úgyhogy milyen vidámak lehetnek akkor a diákok, mikor nem vizsgai időszak van. De hát nyilván ez csak a poén kedvéért. Igen, egyébként jó hangulat van az intézményben, jó hangulat van az egyetemen, és ez a kis film egy kicsit ebből vissza is tudott adni ezekből az életképekből. Bővült a Szapiencia kínálata. Hogy állt össze a doktori képzésnek ez a projektje, hogy fogalmazok így? Hát gyakorlatilag egy természetes folyamatnak vagyunk mondjuk egy lépcsőnél vagy egy fokánál. Ugye az elkövetkező 4 esztendőre egyetemi választások is lezajlottak az egyetemen, és a most a kialakult vezetői csapatnak az a legfőbb stratégiai célja, hogy a doktoriskolákat, a doktori képzést kiépítsük a Szapiensz Egyetemen, ebbe beleértve mind Kolozsvárt, mind Marosvásárhelyt, mind pedig Csíkszeredát. És hát ugye akkor ennek az útnak az első lépése az, amit egy nemzetközi szerződéssel megalapoztunk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tehát a Budapest Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szapiensz Egyetem között létrejött szerződés szolgáltatja az alapot arra, hogy ezt a doktori képzést közösen elindítjuk. A doktori képzés tulajdonképpen egyféle idézőjelbe piaci igénynek kívánt megfelelni, mert egyre rendszeresebben és egyre több olyan jelzést kaptunk az erdély magyar önkormányzatok részéről, az erdély magyar politikai szervezeteink részéről, hogy hát, hogy jó lenne egy olyan doktori képzés, doktoriskolát indítani, ahol akár már a most önkormányzatainkban dolgozó szakemberek, tanácsosok, polgármesterek, alpolgármesterek, akár a jövendőbeli csapatoknak a tagjai olyan szaktudás birtokába juthatnak, amelyeket aztán ott jól tudnak kamatoztatni. Ez egy sok sebből vérző, problémás szektor, úgyhogy a tudás elkél bizonyára. Hány hely áll rendelkezésre a jelentkezők számára? 5 helyet különít el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közigazgatás doktori iskolájában a kolozsvári képzés számára. Ez azt jelenti tulajdonképpen strukturálisan, hogy a hallgató jogviszonyban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel van, a képzés egésze pedig itt Kolozsváron zajlik a Szapiencia Tordai úti helyszínen épületében. Tehát gyakorlatilag... Ez nem egy ingyenes képzés ezek szerint. Gyakorlatilag egy ingyenes képzés, mert amit el fogunk tandíjként kérni, venni a hallgatóktól, ez jobbára egy szimbolikus, és azt is nyíltan elmondom, egy pedagógiai célzatú nagyságrendet képzésre összeg, ez egy 30 ezer forintnak, 100 eurónak megfelelő összeg, amit be kell fizetniük a hallgatók. Ezt inkább azért vesszük el, hogy ilyenfajta súlya is legyen a képzésre való beiratkozásnak. Tényleg azt szeretnénk, hogy az az öt, aki majd felvételt nyer egy felvételi eredményeképpen, komolyan gondolja és el is végezze a képzést. Magyarul lehet egyébként az országban ilyen témában doktori képzésben részt venni, vagy ez egyedülálló lehetőség? Magyar nyelvű közigazgatás doktori és közigazgatástudományi doktori iskola nincsen, és hát nyilván ez egy fontos szempont volt akkor, amikor emel szerződés megkötése mellett, illetőleg a képzés elindítása mellett döntöttünk. És hát nyilván ez egy nagyon fontos és súlyos szempont volt, hogy nagyon sokat beszélünk itt különböző félefajta autonómiákról, önkormányzatiságról, ugye olyan helyzetekről, ahol saját kezünkbe tudjuk venni közösségeink irányítását. Most hát minden bizonnyal egy ilyen típusú szélesebb, nem csak egy egyetemi igénynek vagy képzési igénynek megfelelni kívánó képzési program az, amit elindítunk 2017. szeptemberében. Kik lesznek a vezető tanárok? Ugye ez mindig izgatja fantáziáját az, aki az akadémiai körökben utazik, és hogyan zajlik majd az oktatás? A vezetőtanárok nyilván a közigazgatástudományi doktori iskolához tartozik egy törzs tagokat számláló vezetőtanári grémium, testület, amit ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel megkötött szerzésünk viszont többletként tartalmaz, az, hogy
ennek a képzésnek, a kolozsvári helyszínnek az esetében az itteni, a Sapiencián oktató szakemberek is témavezetési jogot kaptak. Tehát igazából azt mondhatom el, hogy azok, akik vezetni fogják ezeket a doktori témákat, dolgozatokat, kutatásokat, azok javarészt a Sapiencia Egyetem oktatói, minősített oktatói állományából kerülnek ki. Van mire építenünk, ugye, mert a kolozsvári karon működik a nemzetközi tanulmányok szak, működik diplomácia szak, működik jogtudomány alapszak és gazdasági jog mesterképző, tehát van egy olyan oktatói gárda állomány, akik ezeket a témavezetéseket, bízom benne, hogy sikerrel és jó minőségben el fogják tudni látni. Hogyan állnak az akkreditációs folyamatokkal? Pár évvel ezelőtt még folyamatban volt, azóta több forrásból is hallani lehetett, hogy új szak is indult, például mesteri, ha jól tudom, igaz, hangmérnöki képzés. Igen, hát a mesterik azok most nem csak Kolozsvár viszonylatában, hanem a többi Erdély városunk viszonylatában is gyakorlatilag már mind elindultak, mind akkreditált szakokként működnek, most már egy-két éve. Való igaz, hogy tavaly még indult mesteri szak Kolozsváron, ugye ez pontosan a környezeti monitoring mesterszakunk volt, ez volt az utolsó ebben a sorban, és hát gyakorlatilag akkreditációs fronton, akkreditációs tekintetben a periódikus időszakos felméréseken túlmenően a jelen pillanatban az egyetemnek különösebb feladatai, kihívásai nincsenek. Ami a hangmérnöki, hangmesteri, hangtechnikusi képzést illeti, az pedig egy akkreditált felnőtt képzés, tehát az egy egyéves felnőtt képzés, gyakorlatilag bármilyen oklevéllel és bármilyen végzettségi szinttel be lehet iratkozni. Ezt a Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium a tanúsítványa, oklevele ismeri el, tehát ez is egy nemzeti szinten akkreditált munkaerőpiacon értékkel bíró papírt nyújtó a képzésünk. Egy korábbi sajtótájékoztatón említették, hogy nagyobb beruházásra készülnek. Miről van szó? A dolgok összefüggnek egymással, tehát hogy említettem, hogy stratégiai célunk a doktoriskolák kiépítése. Doktoriskolák nincsenek kiváló tudományos kutatás nélkül, és hát egy olyan világot élünk, ahol kiemelkedő tudományos kutatás nincsen megfelelő eszközök, megfelelő infrastruktúra nélkül. Különösen itt mondok két példát a kolozsvári kar életéből. Környezettudomány szakon, illetőleg film, tévészakon, ha nem tartunk lépést az infrastruktúrális beruházásokkal, akkor a kutatást is elég nehezen lehet elvárni, az eredményeket is. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ebben a tanévben egy olyan 1,5 millió eurós újabb beruházást eszközölünk a kolozsvári karon. Ez a beruházási folyamat elkezdődött, ennek már a közepénél tartunk, és hát gyakorlatilag utolsó generációs technika került és kerül beszerzésre a kar eszközparkjába. Még egy annyi újdonság, hogy egy dékán helyettes, ha jól tudom, kerül a csapatba, vagy egy ilyen poszt. Erre miért volt szükség? Hát ugye bővült a kolozsvári kar is az elmúlt években, ugye gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy 8-10 darab képzési programot nyújtunk, ezek között van 4 alapképzés, 4 mesterképzés, 1 felnőtt képzés, amit az előbb említettem, illetőleg a most induló doktoriskola, és hát ugye ez a bővülő szakmai kínálat, ez bővülő menedzsmentet is kívánt és igényelt. Úgyhogy ezért döntöttünk a mostani egyetemi választások során, hogy bővítjük a vezetői csapatot, tehát most már a kolozsvári kar érén nem csak egy kancellár, egy dékán és egy kari kancellár, hanem egy dékán helyettes is helyet kap, és hát ugye ők lesznek azok, ez 3 személy, akik az elkövetkező 4 esztendőben ezeket a stratégiai célokat hát valahogyan véghez kellene vigyük, és el kell majd számolnunk vele 4 esztendő múlva, hogy ezt megtettük, megléptük. Zárva akkorként akkor ismételjük meg még egyszer a fontosabb információkat, tehát március 27-én, hétfő délután 4 óráig lehet jelentkezni
doktori képzésre, az iratcsomók átvizsgálása, illetve a hiánypótlás április 28-áig tart, majd május 20-a és 25-e között zajlik Kolozsváron a jelentkezők meghallgatása. Dékán úr, sok sikert kívánok hozzá, köszönöm, hogy befáradt. Köszönöm szépen a meghívást.